Ebben a házban született, de gyerekkorát már pár száz méterrel arrébb, az azóta lebontott 42 szám alatt töltötte Krúdy Gyula. Az író emlékét az egykori Kállai utcában a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium is őrzi. 4 évet töltött az Alma Mater falai között. Az iskola diákjai ezt az időszakot idézték meg. Azokra a pedagógusokra is emlékeztek, akik segítették Krúdyt az íróvá válásban. Ez pedig már a Besenyei tér. Varga Imre, Kossuth Díjas szobrászművész Hazatérés című alkotását 2003-ban avatták fel. Az itt tartott megemlékezésen elhangzott, Krúdy úgy írt Nyíregyházáról, mint senki más. Az író kultuszának ápolása kiemelten fontos a város számára. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán, de Magyarországon is Krúdy Gyula életművét nem kell bemutatni. Nincs olyan korosztály, és nincs olyan téma után érdeklődő irodalomkedvelő személy, aki ne ismerné Krúdy valamelyik művét, akár valamennyit. Nyíregyháza ápolja Krúdy életművét, hagyományát. Nem véletlenül kapott 10 évvel ezelőtt 2011-ben díszpolgári címet posztumusz, és hát intézményeink viselik az ő címét, és itt áll mellettünk az új Szimbád étterem, művészeti központ, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre a hagyományra, és tovább folytatjuk és ápoljuk Krúdy emlékét. Már hagyomány, hogy az író szobránál a krúdys diákok korabeli jelmezekben idézik meg a század elejé hangulatot, melynek emblematikus figurája és históriása volt Krúdy. A diákok műsorát a Nyírvidék hasábjain megjelent publicisztikákból állította össze a gimnázium tanára, abból az időszakból, amikor az író a 20-as években Nyíregyházára látogatott. A 20-as években vált Krúdy nagyon-nagyon-nagyon népszerűvé itt a városban, és ő pedig direkt rá is játszott erre, tehát tegyük hozzá, hogy ő nagyon-nagyon szerette, ha őt ünneplik. Bekapcsolódott a centenárium ünnepségekbe, Bencs Kálmán polgármester személyesen kérte fel, hogy vegyen részt mindebben. Óriási sajtóvészhangja volt a Nyírvidékben, megérkezett az állomásra, tehát mindent próbáltak, bankettet adtak, vacsorát rendeztek, előadást rendeztek, óriási reklámkampányt indítottak a Nyírvidékben. Egy hónapon keresztül nem is volt semmi, egyetlen olyan lap sem, ahol ne jelentett volna meg, hogy itt van, és írói jubileum, és centenárium, és ó, de jó. Na, a 20-as évek második felében ez a kapcsolat egy kicsit háttérbe szorult. Összeütközésbe került Krúdy néhány jelentős nyíregyházi polgárral, és utána még 31-ben volt itthon repülőgéppel. Ő volt az első utasa a Nyíregyháza Budapest repülőjáratnak, ő tudósított Pesten, és ez volt az utolsó itthon léte. Krúdy Gyula a magyar irodalom egyik legkiválóbb és legtermékenyebb írója volt. Munkásságának mennyisége csak Jókaijéhoz mérhető. Életében csupán töredéke jelent meg alkotásainak könyvalakban. Írói teljesítményének feltérképezése csak halála után jó 20 évvel indult meg.